Sziasztok! Igen, a mai vlogot az Arnéban kezdem, ugyanis ma reggel kellett ide jönnöm, vagyis az Arné környékére egy rutin vizsgálatra, de ne aggódjatok, minden rendben. És úgy döntöttem, hogy ha már ilyen hülye király minden, és minden rendben van, akkor megjutalmazom magam, és bejövök az Arnéba, és elmegyek a Starbucksba most, iszom egy kávét, és végre megpróbálom elolvasni a könyvet, amit szerettem volna. Hát elolvasni az túlzás, inkább olvasok belőle. De közben nem hagyhatta ki a figyelmet, egyszerűen nem mehettem el csak úgy, itt a Swarovski mellett, hogy nem utassam meg azt a fülbevalót, mert az nekem nagyon tetszik és nagyon cuki. És ha megnézzük, akkor itt lent, ott van az én gyűrűmnek a sima változata, tehát nagyon cuki, és ami még esetleg még szóba jöhetne, az ez itt, ez egyszerűen nagyon aranyos és fantasztikus. Ezzel mondjuk gondolkozom, hogy ezzel meglepje magam karácsonykor, de hát sok víz lefolyik még a Dunán addig, de az nagyon cuki. Na mindegy, szóval menjünk most a Starbucksba, igyom meg a kávémat, és olvasok egy kis könyvet. Úgy gondoltam, hogy ez most az én időm lesz, tehát szükségem van az én időre, tehát jó lesz ez. És igen, ez az a könyv, amit már szerettem volna elolvasni. Arról szól, hogy a nőket milyen stressz éri, amikor otthon tökéletes feleségnek kéne lenniük, a munkahelyen tökéletes munkaerőnek, plusz még lépjenek előre a ranglétrán, és igazából a tökéletes feleség, tökéletes anyuka, tökéletes munkavállaló és tökéletes karriert fussanak be, és hogy ez az egész stressz hogyan hat a női szervezetre, és erről szól ez a könyv, és engem nagyon érdekel. Amúgy viszont meg, ha megnézzétek, akkor ez egy PhD munka, tehát igazából nem ilyen légből kapott dolog, hanem ez tényleg tudományon alapszik, és ez valakinek, ez esetben Georgiának a PhD munkája volt, amire megkapta ugye a doktoriát. Szóval alig várom, hogy ezt így nyugodtan el tudjam olvasni, miközben a finom kávémat iszom, aminek ugye bárha megnézzük, akkor sajnos a habja már kicsit kezd összeesni, de hát ugye ez legyen a legnagyobb gondunk. Nézzétek, megjöttek az új nyílászárók a házhoz. Egyelőre még csak ide hozták be őket, ezeket az új darabokat, az elemeket, de oda fentre lesznek elvileg. Az összes emeleten itt a lépcsőházban ki lesznek cserélve az ablakok. Itt van már az ideje. Elvileg úgy volt, hogy most tavasszal kezdik el, de hát úgy 3-4 év késéssel ugyan, de tegnap elkezdték. Vagyis pontosabban csak behozták ezeket az új elemeket a házba, de munkással én még nem találkoztam. De meglátjuk, hogy mikor lesz kész és hogyan. Átjött Csuvi, ő meg Pamacs. Átjött a szomszédból Csuvi, máma, mi vigyázunk rá Tomival, és Pamacskával nagyon jól el vannak, és ahogy látjátok, Csuvi is viszonylag hamar felfedezte az ágy melegét és az ágy jó voltát, így most már Csuvi is, hát, ha nem is alszik velünk, de feljöhet az ágyba, pont úgy, ahogy Pamacska. Amúgy nagy a szerelem kettőjük közt. Jól van, Manu. Mennyi játszotok, jó? Pont most nem játszotok? Pont most, amikor felvenném, hogy milyen cukik vagytok? Igen? Puszi, nézz az. Nagyon aranyosak vagytok, mindketten. Csuvi, kér simit? Gyere. Nem? Csak anyától. Meg Tomitól? Tomitól jöhet a simi, de tőlem nem? Pontosan. Pasi uralom van itt. 3 pasi, 1 lány. Nálunk már karácsonyi hangulat van. Tomi beállította a lámpákat, hogy így menjenek a zenére.
És az Apple TV-n viszont meg ott van a karaoke. Ezekben természetesen Tommy a király.